Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, és jöjjön, hogyan játszunk Titániával. Tudom, nem mondom, amíg nekem, hogy hogyan játszunk Titániával. Na, rövid lényegre rátérve, szeretnék néhány észrevételt megosztani veletek, esetleg egy-két tippet adni, hogy hogyan is álljunk hozzá a kis Titániához. Ugye láttam, hogy a Titánia bemutatónál volt, aki írta, hogy hát nem nagyon tudja hova tenni a karaktert, én is így voltam ezzel, aztán ugye egy csomót kísérleteztem vele, aztán jutottam egy álláspontra, és ezt szeretném veletek most megosztani. Ettől függetlenül, amit csináltok vele, az úgy jó, ha nektek úgy tetszik, ahogy van, az úgy jó, és azt csináltok vele, ahogy modoljátok, hogy nektek tetszik, az a tökéletes. Ez egy észrevétel a részemről, amit megosztok veletek. Nos! Hogyan álljunk hozzá a Titániához? Úgy gondolom, hogy Titánia egy iszonyatosan jó solo frame egy csapaton belül. Szóval ő az a karakter, akinek a csapata nem kell rá figyeljen, sőt, hogyha egy jó csapat van vele, akkor Titánia tudja játszani a saját játékát. Mire gondolok? Itt például egy ultiban repkedve fölülről tud vigyázni a csapatra, kitámogatni itt-ott a réseket betömni, esetleg ahol probléma van, mert ugye például fölülről repkedve egy jó látképet tudsz kapni. És cserébe ugye Titániát is a csapata, az a másik három ember, aki vele van, tudja húzni, abból a szempontból magas szintekre tudja elvinni. Önmagában a Titánia úgy gondolom, hogy egy kicsit nehézkesen élni túl, nem lehetetlen vele, de azt úgy gondolom, hogy nagyon mozgékonynak kell lenni vele, és sokat kell össze-vissza ugrálni, ahhoz, hogy kijöjjön belőle az a potenciál, hogy tovább legyen túlélő képes, mint aminek látszik, mondjuk így, de viszont ha van mellett egy csapat, akkor a csapat nagyon-nagyon hosszú ideig képes fenntartani Titániát is, a Titánia meg nagyon jól ki tudja egészíteni azokat a réseket, ahol esetleg az a csapat hiányosságokban szenved. Na most mielőtt még rátérnék a modolására és a fegyver ajánlóra, mondjuk így, akkor azt el szeretném árulni, hogy minden tesztet 130-as enemiken fogunk csinálni, mondjuk egy Heavy Gunner Eximusokon, Bombardokon, tehát valami, ami nagyot üt, és ennek szempontjából szeretném veletek reprezentálhatni, hogy mit tud csinálni egy darab 130-as enemi az emberrel, tehát ezt most hozzáteszem a Titániával, de mindegy, hogy Kroma vagy Titánia, a lényeg az, hogy szeretném, hogyha látnátok azt a sebzést, amit okoz egy 130-as enemi, tehát ez így néz ki, tehát nem beszélve arról, hogy tök mindegy, hogy ultiban vagyok, vagy nem vagyok ultiban, így néz ki a dolog lényege. És higgyétek el, ha Kroma vagy, ha Valkür vagy, ha Excalibur, ha anyám kínja, ja igen, hát a pillangók megzavarják a szerencsétlen, de hát ennyik vagyunk igazából, tehát egy lövés, hogy minden ilyen frame-mel mész, 100 pluszos szinten nagyra az esély, hogy egyes ellenfelek, főleg a keményebbet, egyet lőnek és megfekszünk, szóval nem beszélve például egy korpusz oldalról. Na most én ezt szerettem volna kiküszöbölni, azt szerettem volna kiküszöbölni a Titániával, hogyha jön felém, tegyük fel kettő 100 pluszos enemi, akkor ne az legyen már, hogy ez. Tehát, hogy mire oda megyek, ütnék kettőt, ne ez legyen, hogy oda se tudok menni az ellenfélhez, és már leütnek. Tehát igyekeztem megakadályozni, hogy legyen esélyem a magas szintű ellenfelek ellen. Na most jöjjön a Titania buildje. Ultira húzott build, fogok mutatni egy másikat is, ultira húzott build, 190 erő, 145 range, 175 FE és 67% idő. A magyarázat a következő. Mivel hogy ultira húzott build, ez egyértelmű, hogy power strength kell, mivel az ultia erő modoktól függ. Egy kis range, mondhatnátok, hogy ha már ultira húzom, minek range, ugyebár, mégis úgy választottam, hogy rakok bele egy kis range-et, azért, mert hogyha szükség van rá valami oknál fogva a társaknak, saját magam számára, akkor az egyes képesség és a hármas képesség, esetleg ugye a kettes képességet is bevethetem, nem a maximális range-en, de egy kicsivel nagyobb range-en be tudom vetni, ami nem egy rossz dolog. Maximális effektivitás, ugye, hogy ne fogjon olyan gyorsan az erőm, esetleg tudjam spamelni azokat a képességeket. 67%-os idő azért, hogy az 1-es, 2-es
Főleg az 1-es és a képesség miatt, de hogy az 1-es, 2-es, 3-as képességet is ki tudjam használni egy bizonyos mértékben. Szóval ezért döntöttem ez a build mellett, és számomra ez a fő build, és Titániát ebből a szempontból fogom használni. Na, a következő dolog, akkor jöjjön a fegyverajánló. Mit tudunk Titánia ultiáról, hogyha már fegyvereket ajánlunk? Ugye van neki 2 darab, 2 kis pisztolya, nagyon aranyosak, és tudjuk róla ugye, hogy slash damage alapú. Tehát tök jó, mert slash damage-ot csinál. És mit tudunk még az ultiról, ugye van neki a kardja is, arra már később rátérek. Mit tudunk az ultiról, ugye, hogy erőmodok hatnak rá, és elementál modok hatnak rá. Hoho, mi sem egyszerű, fogod, kiválasztod a jó kis izéjét, mi ez, Soma Prime-odat, fogod, bemodolod, jó serration, ilyen-olyan, mit tudom én, slash damage modok, swat hulls clip, mit tudom én, puncture damage modok, mindent fölerősítesz, beleraksz egy elementált, és happy vagy. És húha, hát, és akkor kurva jó sebez, ugye, tehát ezt hozzá kell tenni például, de én ezzel ellentétben egy Toridot választottam. Miért? Mert esetleg hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy attól függetlenül, hogy erőmodok hatnak az ultiára a Titániának, attól függetlenül, hogyha ha van erőmod a buildedbe, ha nincs erőmod a buildedbe, attól függetlenül még fog slash damage-et, puncture damage-et és impact damage-et ütni az ultia. Nem is kis mennyiségben, hogy őszinték legyünk, de slash damage-et fog a legnagyobb mértékben ütni, de ha van hozzá, hol van swathood clipped, hogy plusz slash damage-et csinálj, ha van a buildedben olyan, ha nincs, akkor is fog slash damage-et ütni. Ezzel ellentétben ugye én eltekintettem attól, hogy egy olyan fegyvert választok, amiben alapból van slash damage, puncture damage, impact damage, ezért inkább egy olyat választottam, amiben alapból csak és kizárólag elementál damage van. Továbbá megspékeltem ezt egy magas státusz eséllyel rendelkező fegyverrel, mint például a Torid, de ugyanúgy választhatod a Sinnoid, Simulort, a Phage-et, bármelyiket, a Toridot a Dojo-ban tudod elérni, az Infested szekcióban ki tudod venni, meg tudod építeni. Számomra a Torid a legideálisabb, mint a damage, mint nem tudom, damage elemental sebzésben hatalmas státusszal rendelkezik, ami nagyon jó, hiszen az fogja jelenti, hogy az a bónusz, ami áll a viral és radiation damage-e, majd beszélek, hogy miért azt választottam, a viral és radiation damage-el mindig be lesz kapcsolva, folyamatosan be lesz kapcsolva szinte, vagy minden másik golyóra, de be lesz kapcsolva a radiation, a viral bónusz hatásai. Na most miért Radiation és Viral-t választottam? Mondhatnátok volna, miért nem Blast Corrosive-et, vagy hát kifejezetten ugye a korpuszra akkor egy magnetikot, vagy valamit, vagy gázmagnetikot, vagy miért nem kifejezetten szekciókra választottam egy izét? Én általánosan használom a Radiation Viral-t, igaz? Egy-két helyen le kell mondjak a magas damage-ről, de viszont amit a Radiation Viral okoz az ellenféllel, az a bónusz, az megbecsülhetetlen magas szinten, és a Radiation Viral Damage-nek köszönhetően lemondhatok, tehát nyugodtan lemondhatok a 2-es és a 3-as képesség nyújtott a bónuszról. Az 1-es úgy gondolom hasznos, az mindig jól fog jönni, de a 2-es, 3-as nyújtott a bónuszokról lemondhatok ezzel, hogy a fegyveremre Radiation Viral Damage-et választottam. Mire gondolok itt? Jöjjön akkor ugye a próbafutam. Kiválasztunk Heavy Gunner Corpus, Heavy Gunner Eximus 8 darabot 130-as szinten, és szeretném, hogyha megnéznétek, hogy mit művel a Radiation Viral Damage az ellenfelekkel. Látjátok? Tehát a Radiation Damage-nek köszönhetően az ellenfelek egymás ellen fordulnak. Ez mit jelent? Te szemszögedből nem rád lőnek. És te ettől boldog vagy. Nem lát, egymás ellen vannak fordulva szépen egymást lövék. Ez a Radiation Damage-nek a hatása gyakorlatilag. Szóval ott is őt is egy kicsit megfertőzünk. És akkor ki tudsz választani ugye magadnak egy ellenfelet, halálnyugodtan, és tudod lőni együtt a társaival gyakorlatilag. És ezt csinálja a csatamezőn egy Radiation Viral Damage.
Ezért választottam ezt. Nem minden esetben kapod a bónusz sebzést, ugye? Mert egy Corrupted Heavy Gunner Eximus esetében a Radiation Viral Damage az negatív, tehát egy büntető szorzót kapsz rá, korrózív lenne az egyik legjobb damage számára, és mivel egy büntető szorzót kapsz rá, ezért nem akkorát sebez. De nem probléma, amíg ezek egymást lövik itt nekem. Tehát az lenne ugye a rövid lényeg, őt is kicsit megfertőzzük, és aztán a figyelmüket koncentrálhatjuk újra valamelyik ellenfél felé, amelyikkel problémánk van. És ezért mondom, hogy egy csapat ott van körülöttünk, ugye az egyedülálló ellenfelekkel vigyázni kell, őrájuk ugye használjuk az egyes képességet, ez egyértelmű, mert ha nem, hogyha úgy kap egy egyedülálló ellenfél, mint itt, akkor meg fogsz halni. Ezért mondtam, hogy az ellenfélnek az, tehát az egyes képessége, amit használsz az ellenfélre, az szükségszerű, mert egymás ellen tudod őket fordítani, de amikor egy marad, akkor hiába van rajta radiation damage, amikor egy marad, önmagát nem tudja megtámadni, ezért az egyes képességet használnod kell rá. Tehát gyakorlatilag ez lenne az alapötlet és a történés lényeges, mivel fölülről repkedsz, ugye ők a veszélyesebb ellenfelek, ezek a Heavy Gunner Eximusok, ők még tudnak rád lőni gyakorlatilag, de hogyha egy infestedről van szó, akkor legalább a társaidra nem támadnak. És ez meg a másik, hogy a társaidra sem támadnak. Ezért halálnyugodtan el tudsz lenni a csatamezőn, fölülről ránézve a pályára, kisegítve a társaidat, főleg ezzel a radiation damage-e. És emiatt nem kell buffold magad, tehát nincs szükséged azokra a bizonyos buffokra, és ez egy nagyon nagy pozitívum. Gyakorlatilag. És akkor közben vigyázol, hogy a súlyosabb ellenfeleket esetleg felakaszd, és hogy ne tudjanak rád se lőni, másra se lőni, és ugye ők már is lövik egymást, mint az őrület. Tehát egyszerűen ezért fantasztikus a Radiation Viral Damage, és ezért érdemes választani magasabb szinteken inkább ezt a fajta sebzést. És a slash damage miatt, továbbá a magas státusz esély miatt hihetetlen módon mindig be van kapcsolva a virális, életfelező, a folyamatosan radiation damage alatt vannak, ez ugye látható is teljes mértékben, és ugye ott van még az egyes, ha figyeljetek, az energiából se futottam még ki, pedig nem mondhatnám, hogy őrületes damage-et osztok ki rájuk, tehát idő is eltelik. Hát az egyes képességgel aztán oda szállnak, ahol nekik jól esik, tehát oda küldöd őket, ahol nekik jól esik, de hogyha egy ellenfél van, ugye egy ellenfél esetében a radiation damage ide vagy oda lőne rád, így tudod őket kiküszöbölni. Akkor jöjjön ugye jöjjön a másik próba, ugye egy nagyon durva ellenfél a Bombard, 130-as szinten ugye gyakorlatilag egyedül vagy ellened, szóval azonnal szét tud lőni, de viszont egy jó dolog például ugye a Bombard érzékeny, tehát bónusz damage-et kapsz, a Bombard érzékeny a radiation damage-re. Szóval jön felém két Bombard löveg, tehát azért nem vagyunk hülyék, azt megakadályozzuk lehetőleg nem bekapni, mert persze természetesen azonnal meghalsz, de a lényeg az, hogy például egy ilyen ellenfelet, aki még érzékeny és kifejezetten a Radiation Viral-re, azon elképesztő damage-et fogsz kiosztani. Tehát ideig iszonyat vicces nézni, hogy kiillódnak. Az még rám is lőnek időnként a macskas mindenikat, oda néz. Azt lát. Tehát egy pillanat alatt meglőnek, ez az elképesztő, és egy pillanat alatt tudsz belehalni, hogyha nem tudunk teljes mértékben odafigyelni rájuk. Tessék, ez utolérés kész már is, mert későn kapcsoltam az egyes képességet. Nagyon kell velük vigyázni, de ez a lényeg, hogy a Radiation Viral-nek köszönhetően azonnal akcióba tudsz lépni, tehát egy Bombard esetében értelemszerűen nem állsz bele egy 65-ös armorral rendelkező titániával, hogy befogod az ultiád, de el tudod őket intézni egy viszonylagos gyors körben, amennyiben nem lőnek rád, de hogy kiküszöbölt, hogy rád lőjenek, tehát én most azért nagyon merész vagyok, és nagyon-nagyon mit tudom én micsoda,
Tehát innen távolról elkezdem őket sorozni, és akkor még nem is vagyok benne a hatókörükbe. És hogyha nem vagyok benne a hatókörükbe, az azt jelenti, hogy nem látnak, ezért lőni nem fognak. Tehát innen, ez mondja, hogy a Titánia távolról tud vigyázni a csapatra, és ez nagy dolog. Tehát nem fogok közéjük menni, mert még meghűlöm, tehát látjátok, mert 2 centivel már odébb mennék, már halott lennék, mert olyan távolról észrevesznek, és elkezdenek lőni. Most ebben az esetben mit tudsz csinálni egy ilyen ellenfél ellen? Semmi, csak távolról szépen lőni, még mielőtt ő észrevesz, megpróbálod semlegesíteni. Sajnos nem egy kromával vagy, aki látod, és ugye az egyes képességnek 150 méteres hatása van, tehát már onnan utol tudod őket érni, és gyakorlatilag nagyon távolról tudod őket semlegesíteni, és nagyon nagy a boldogságod, azt kell, hogy mondjam. Tehát ez a Titánia, én ezt a szerepet szánom neki, távolról óvatosan vigyázok a csapatomra, és akkor el van intézve. Ez ennyit az ultiáról, úgy gondolom, hogy ez, ja igen, azt nem mutatta meg, hogy akkor korpuszon hogy működik, vagy jöjjön előbb az infested, hogyan működik az infested esetében, ez a radiation wire-ről, hát szerintem nem kell elmondani, hogy mit művel ugye náluk is, és milyen szép számokat ír ki az ultiát, ugye csak életről beszélünk, egy pillanat alatt ledarált bárkit az ultia Titániának, ha infestedről van szó, az infested gyilkolás mintaképe a drága, azt kell, hogy mondjam. Nagyon jól tudja csinálni a dolgát, jön valami korpusz, hogy azt is lássátok, hogy tudja szedni a korpuszt. Ugye ezen a szinten ott van a shield elméletileg ugye véd, de hát nem véd semmit. A Radiation Viral kombinációja a Heavy Gunner Eximuson kívül gyakorlatilag mindenkire nagyon durva hatással van, és mindenkit egymás ellen fordít. Természetesen az olyan ellenfelekkel egy kicsit jobban vigyázzon, nem mész a közelébe. A kardra rátérve, annyit szeretnék hozzátenni. Úgy gondolom, hogy a kard az egy kalapszar. Egyrészt olyan sebzéskiosztást csináltak neki, ami haszna vehetetlen. Ugye csináltak neki 150%-os bónusz szorzót, hogyha kritikus tűz, na de viszont az esélye annak, hogy kritikus tűz csak 5%, szóval ez egy kalapszar. Azt kell, hogy mondjam. Amire én azt mondom, hogy a kardnál kifejezetten ügyelni kell, egy kis biztonsági intézkedés, mindegy, hogy modolod, őszintén tényleg mindegy, hogy modolod azt a kardot, de úgy gondolom, hogyha van life strike-od, az legyen benne. Azért legyen benne, hogyha magas szinten netán szükség van rá, akkor odamész és fel tud magad tölteni az életet. Példa. Kevés az életed, rányomsz az ellenfélre egy egyest, elszáll, magyarul a te szintedre száll, odamész karddal és belekardozol 2-3, és a lifestrike feltöltött az életedet, happy vagy, mész tovább. Nem érdemes számítani a kardra nagyon magas szinteken. 40-50-es szintig a kard mindenkit elintéz, kivéve ugye az ilyen Eximus példányokat, azokkal mindig macera elbánni, de 40-50-es szintig a kard nagyjából 1-2 vágásból elintéz mindenkit, ha van egy jól bemodolt kardod, de nagyjából tényleg mindegy, hogy majd, úgy gondolom, a kard az csak a kisegítő lehetőség arra, hogy így megmenj az életed, mondjuk egy life strike által, mivel hatással van a kardra a life strike. Nos, srácok, ennyi lett volna, hogyan játszunk Titániával, azt hiszem mindent elmondtam, még hozzáteszem, hogy a Sinoid Simulor, Amprex, Phage, ezek mind Ignis, ezek mind olyan fegyverek, amit előszeretettel lehet ajánlani a Titania számára, mert olyan sebzéseket tudsz kihozni, de kifejezetten én előszeretettel ajánlom a Radiation Viral kombinációt, hogy magas szintekig tudj eljutni, magas szintekig tud a csapatodat támogatni, hogyha arról van szó, és természetesen ezzel önmagadat. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!